Ez a videó az Eneos Motorolaj támogatásával jött létre. Importőre a Szakálmetál. Sziasztok! Elérkezett az idő, hogy a tavasszal 65 000 forintért vásárolt első generációs Twingónak a belterével is foglalkozzunk. Az előző részben a fényezés lett rendbetéve, illetve még nem teljesen kész állapotban van kívülről az autó, de már elég jól halad. Viszont a belterében vannak, illetve hát voltak komolyabb problémák. Először is hiányoztak elemek. A fűtéspanelről gombok, talán ez volt a leglátványosabb. Ez egy neuralgikus pontja ezeknek a korai Twingóknak. A zöld gombos panelnél szinte mindig elválnak a gombok. Nekem két gomb is hiányzott a panelről, illetve magán a panelen is a borítás nagyon csúnya állapotban volt. Úgyhogy itt nem is nagyon láttam még először, hogy mi lesz a megoldás. Többen írtatok, hogy 3D nyomtatással foglalkoztok is, tudnátok ebben segíteni. Innen is nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Először úgy voltam ezzel, hogy ha lehet valamilyen formában eredeti gyári megoldást találni, akkor az talán az egyszerűbb és a biztosabb út, mert azért ennek a formája aránylag kidolgozott, tehát nem tudom, hogy ilyen egészen elérhető kategóriájú 3D nyomtatókkal ezt mennyire lehet megoldani, de végül egy legalábbis egyszerűbb és talán olcsóbb megoldást is sikerült találni. Szintén nagyon sokan küldtétek ezt, egy hirdetést a Facebook Marketplace-en, hogy 45 000 forintért, hogyha jól emlékszem, egy srác egy ilyen korai Twingót hirdetett egyben, vagy akár bontásra is. Látszott, hogy elég viseltes állapotban van az autó, a klasszikus korallzöld színben volt, ami talán a leggyakoribb volt ezeknél a korai daraboknál, és hát nem nagyon tűnt úgy, hogy egy épp eleme lenne az autónak, viszont ez a panel, ez hibátlan volt benne, legalábbis a képek alapján mindhárom gomb megvolt, és tényleg nagyon szépen ott virított a panel, úgyhogy írtam is a srácnak, hogy én megvásárolnám ezt külön. Elég nehéz volt a kommunikáció, de végül sikerült eljutni oda, hogy elmegyek is, legalábbis megnézem az autót. Telefonban közben már 35 000 forintért is odaadta volna a srác az egész autót. Mondtam neki, hogy én nem nagyon tudok azzal mit kezdeni, papírjai is voltak, tehát csak a bonyodalom ilyenkor egy ilyen autó, és képekről nem is volt túl szép, hát élőben sem. Konkrétan egy épp eleme nem volt, mindenhol szét volt ütve, szét volt karcolva, és az én autómnál is rosszabb állapotban volt a karosszéria, tehát nagyon rozsdás volt, tényleg gyakorlatilag menthetetlen állapotban volt az autó, úgyhogy mondtam, hogy egyben én nem tartanék rá igényt, de 10 000 forintot ajánlottam a panelért, amit ő boldogan elfogadott. Gondolom ezek után még tovább tudta értékesíteni az autót ettől függetlenül, úgyhogy szerintem ezzel végül is ő is jól járt. A kiszerelésnél is ott volt már velem amúgy Ákos, amit innen is nagyon köszönök neki, és utána a beszerelésnél is segített. Az ő műhelyében kicseréltük a panelt. Na, húzzuk meg egy kicsit. Jó. Csatlakozó. És akkor most megpróbáljuk úgy, hogy ne törjön le, meg ne törjön el semmi. Nagyon jó. Fent vagyunk. Te miért finoman kattom? Itt meg... Jó, figyelj, azért ne nagyon állj. Ezt szerintem... De nem, ez jön az utastérbe is. Igen. Tehát ez jön oda is azonnantól örökre. Várj egy picit az ablakra is, mert jó, most eljön. Az jó. Jó, majd tavasszal hozzá. Igen, igen, hőfok az nagyon finoman, igen. Ez szerintem stabil, mert ez is le... De ez mi egyébként? Tehát ez miért enged el? Mi törik el ezen? Nem tudom, de ugye nem lehet... Itt van valami perem, nézd. Van egy perem is, van benne egy golyó is egyébként. Aha. Na jó, mindegy, működik, kész. Az a lényeg, hogy siker, nagyon köszönöm a segítséget. Na, szívesen. És már sokkal jobban nézett ki a beltér, illetve ugye bekerült a gyári rádió is, amit korábban még szintén nem egy hatalmas összegért sikerült beszerezni, és nem is tudom ilyen szempontból, hogy melyik a nagyobb fogás, de hogy 20 000 forintért ezt a kettő ilyen első generációs Twingo esetében legnehezebben beszerezhető alkatrészt sikerült megkaparintani, az szerintem nagyon nagy szerencse, és hát volt is benne olyan szempontból kutatómunka, hogy magyar és külföldi oldalakat is napi szinten néztem, ami persze nem egy olyan különösebb erőbefektetés, de ez a része, ez szerintem jó pofa egy ilyen hobbi autónak, hogy a nem nagyon-nagyon drága, de ritkán elérhető, nehezen beszerezhető alkatrészeket vadásza az ember, és ezt még egy ilyen filléres Twingo is megadja. Minden esetre már, hogy ott van bent a rádió, illetve a panel, az is egy nagyon nagy pluszt ad a beltérnek, de ezen túl viszont azért nagyon-nagyon viseltes, illetve koszos, tényleg egy ilyen igazi
ráragadt vastag kosz réteg van mindenhol. A szőnyegeken, az ülésen, a műanyagokon, a szellőző rostélyokban megvan állva a piszok, a por, illetve egyéb koszok hátul a csomagtartóban a szőnyeg az borzasztó csúnya állapotú. Tehát tényleg egy ilyen 30 év felgyülemlett szennyeződése van az egész utastérre ráragadva, ami persze egy ilyen használós autónál nem egy különösebb meglepetés, hogyha nem porszívózzák, nem takarítják rendszeresen, akkor nagyon gyorsan ilyen állapotba tud kerülni az autó, és nincsen vállalhatatlanul, vagy menthetetlenül szörnyű állapotban, de az biztos, hogy eddig a használatban, mióta megvan a műszaki vizsga az autón pár hete, ez befolyásolt, leginkább ezért nem használtam egyáltalán, mert rossz volt beleülni, de amíg a külseje fényezés nem volt meg, addig nem is szerettem volna foglalkozni a belterével, mert úgyis poros lett a fényezőnél is még pluszban, tehát az még rátett, úgy gondoltam, hogy a beltere az legyen a vége itt a projektnek, vagy hát legalábbis az első fázis, ahol használható állapotba kerül az autó, és egy korábbi részben meséltem, hogy szeretnék majd egy teljes átfogó kárpittisztítást csinálni az autón. Ezt meghallotta Ádám is a Carpet Care BT-től, ők alapvetően kárpittisztítással foglalkoznak autók, és nem csak autók vonatkozásában, és írt, hogy szívesen segítene. Úgyhogy ezek után indultam is a második kerületben lévő műhelyükbe, hogy a 30 év szennyeződésétől megszabaduljunk. Ádáméknek amúgy van egy YouTube csatornájuk, ahol kárpittisztításról és autóápolásról készítenek hasznos anyagokat, illetve a Twingo tisztításáról is készítenek videót. A csatornájuk linkje ott lesz a leírásban. És meg is érkeztem Ádámékhoz. Sziasztok! Megnézzük, hogy mit lehet tenni itt, meg elmesélhet, hogy ti mivel foglalkoztok egyébként? Hát 5 éve foglalkozom kárpittisztítással, főleg, illetve autókozmetikával kezdtem. Kiszállásos módszerrel, ez volt, ahogy elindultam, megvettem a kis gépeimet, és aztán 3-as BMW volt, beraktam a kis csomagterembe, és azzal mentem címekre, és akkor felítottam autókat, meg azért folyamatosan igyekeztem magam fejleszteni interneten, azért most már rengeteg tudás elérhető, egyébként ilyen a mi csatornánk is, majd nézzetek rá. Azért még mindig szeretnék nagyon sokat tanulni a témában, és a múltkor nézegettem az Andrés videóit, és akkor találkoztam a kis Twingójával, ami szerintem nagyon cuki. Fél percben körben nézzük, hogy mik a problémák, bár már én is beszéltem róla, de persze. Talán innen látszik, ott a legkardinálisabb gond, az a penész. Ha itt megnézitek, akkor ugye van egy elég nagy lerakódott penésztelep. Ami lerakódott, az csak egy része az egésznek. Igazából a szálló penész itt az, ami mérgező, és nagyon egészségtelen, úgyhogy szükséges lesz majd egy ózonos fertőtlenítésre. Ez elsősorban azért fontos, hogy egészséges legyen benne utazni, mert most, ha van egy halott penésztelped, amit az ózon ugye megöl, akkor nem lesz semmi gond. De még akkor sem, hogyha ott marad lerakódva, de azt mindenképpen el kell pusztítani, és utána lehet majd eltüntetni a lerakódott penésztelepet, ami gombaölővel, fertőtlenítő gombaölővel történik, illetve enzimes tisztítószert fogunk használni, mindezt azért, hogy fertőtlenítsem az utas teret. A másik, ami szembeötlő, az ugye az ülések állapota, ez is 94-es, ugye? Igen. És az egy dolog, hogy mennyire látszik rajta a felületén a kosz, de hogy mi van magában a szivacs rétegben, azért az egy másik történet, és ez mindig csak tisztítás közben derül ki. Ugye a szálló penészre visszatérve, itt felfedeztem ilyen fekete pöttyöket, itt is, meg a másik napellenzőn is. Ez feltételezem, hogy az lesz. Hát nagyjából ennyi. A többi az szerintem olyan kösz, amit el lehet intézni. Nem azt mondom, hogy olyan lesz, mint újkorában, de... Nem is az a cél. Belteret fogunk itt elérni. Tök jó. Köszönöm. Kezdésnek egy nagy porszívózással indított Ádám, majd jöhetett a kárpittisztítógép. Most leszórtam vegyszerrel az ülést, amiben van intenzív, lávainterni intenzív kárpittisztító, illetve penészölő, illetve még ipari mosópor is, ezek így megfelelő arányban. Ezek önmagában is olyan erős vegyszerek, hogy nem szükséges átkefélni a szövetet, illetve azért sem akarom, mert azért ezek már viseltes darabok. Tehát kímélni akarom minél inkább, hogy nehogy valami gáz legyen, és bár ugye finom sörtőjű a kefe, de akkor is a legjobb, hogyha nincsen ilyen fizikai vagy mechanikus ráhatás. Úgyhogy megnézzük, hogy most így mit szed ki belőle.
igazság, hogy láttam itt egy festékfoltot, és hogy meg akarom mutatni nektek, hogyha ilyennel találkoztok otthon a saját autótokban, akkor hogy tudjátok úgy kiszedni, hogy nem kell hozzá semmi, csak 1000 forint meg egy mikroszálas kendő. 1000 forintot elköltesz erre a benzines folttisztítóra, amit festékboltba lehet kapni bármelyikben, Praktikerben, Obiban, talán még Osamban is. 1680. Jó, az inflációt nem vagyok tisztában az árakkal. De az a lényeg, hogy ez elpárolog anélkül, hogy nyomot hagyna. Tehát ezzel nyugodtan lehet próbálkozni, ráadásul nem is tömény benzin, az folttisztítónak való. Jó, hát lenyelve ártalmas nyilván, de azon kívül nem kell tőle félni. És akkor ez nem garancia, hogy leszedi. Így. De anélkül, hogy bármilyen gondot okozna, illetve nehéz lenne utána eltávolítani, ezzel így szépen át lehet dörzsölni, és ha szerencsénk van, akkor ennyi is elég hozzá, hogy lejöjjön. Ha nincs szerencsénk, akkor sajnos ennél erősebb vegyszerre lesz szükség, mondjuk nitrohigítóra, akkor viszont azt már át is kell mosni a szövetből. Én át fogom mosni, tehát én rálocsolok egy pici benzint, és akkor utána átmosom kárpit tisztítóval, mert nekem ez rendelkezésemre áll, de hogyha nektek nincs, akkor sem kell megijedni. Csak ennyi. Igazán, hogy mennyire koszos az, amit kiszed a gép, 30 év alatt beledöngölt sár jött ki, ezek után biztosan vásárolok is majd külön méretpontos szőnyeget az autóba. Azt gondolom, hogy a kárpit tisztítás egy fantasztikus eszköz, mert olyan használt tárgyakat is szinte újjá tud varázsolni, amit amúgy lehet, hogy már kidobott volna az ember, ez pedig itt külön igaz az egész Twingo projektre nekem. Egy a szemétbedobás szélén álló autó volt, aminek a belterét most kellemesen használhatóvá tudjuk javítani, kevesebb pénzből, mint mondjuk egy új autó esetében egy különböző biztonsági öv kerülne az extra listán. Ez az autó pedig az elmúlt 30 év alatt valószínűleg több családot és több generációt kiszolgált már, de egy mély kárpittisztítás után például az anyósülés vagy az előtte lévő szőnyeg szinte új állapotba került, friss illattal, friss tapintással. Hátul látható az igazi kontraszt a szőnyegnél, így nézett ki eredetileg, mint az ülés alatt, ahol nem volt használva és nem kapott napot, de azért a géppel átmenve a csomagtartó szőnyegen egészen visszajött a struktúra. És ápolása. Ez az, amihez nekem sosincs türelmem is, bár a saját autóimat én szoktam takarítani és tisztítani, de nem véletlenül egy szakma az autóápolás. Még egy ilyen kisméretű autónál is több óra a kárpit tisztítás, majd utána az apróságokra végtelen időt lehet szánni, de innen már közel volt a késznek tekinthető állapot, ami ilyen lett. Mutatom is az eredményt. A kárpit tisztítás része szerintem kérdés nélkül sikeres lett. Az ülések vizuálisan is szebbek, láthatóan tisztább az anyag, tapintásra is jóval kellemesebb. Előtte, ahogy így megcsapkodta az ember, konkrétan jött belőle a por, itt ennyiben ez teljesen megszűnt, és hát a foltok is. Az egyébként nem drámai méretű foltok, de amik rajta voltak, azok is megszűntek. Persze minimális sérülés itt a vezető oldalon van, ezt nyilván a kárpit tisztítás része nem oldja meg, de ezzel egyelőre én most együtt tudok élni. Összességében az üléseknél nagyon jelentős különbség van, és hát természetesen a szőnyegnél is. Ugye a jobb egyben ott volt egy elég nagy penészfolt, én szinte biztos vagyok benne, hogy az azért alakult ki, mert amíg nem lett kilakatolva az autó, konkrétan a jobb küszöbnél, hát be tudott folyni a víz is, biztos, hogy akkor ázott be, itt ezt megszüntették a srácok is, természetesen azóta sem jött vissza. De amit a kamera a leginkább nem fog átadni, hogy nincsen
az a klasszikus, ilyen dohos, penészes szag már az utastérben, ami nagyon hangsúlyos volt. Itt nyilván a kárpittisztítás és utána az ózonozás segített ezzel leginkább. Tényleg sokkal-sokkal kellemesebb beülni az autóba. Az anyósülés az egyébként konkrétan hibátlan, tehát ezt így újként nagyjából el lehetne adni. Nagyon-nagyon szép lett az utasoldali ülés. A vezető oldalon tényleg van pici sérülés, de ez itt egy 30 éves autó ennyiben, úgyhogy megint csak én ezzel együtt tudok élni. Persze a műanyagok nem lettek hibátlanok, hiszen a műszerfalon több helyen is karcolások vannak, azt nyilván nem lehet így eltüntetni. Nem is ez volt a cél, tehát nem lehet egy új állapotot reprodukálni, és nem is kell szerintem, tehát egy pici patina így maradt itt a műszerfalon több helyen karcolások formájában. Az, hogy a légrostélyokban nem áll a piszok, hanem egy ilyen szép, gyárias, nagyon picit fakult, de eredetihez közeli állapotban vannak ezek az elemek. Nekem ez így a legszimpatikusabb, a kormány is sokkal jobb lett a tisztítás után, nincsen agyonkopva, de persze van minimális színelváltozás, amivel nem lehet mit kezdeni, és szerintem ilyen téren nem is igazán kell. Itt a panelnél a középkonzol nagyon jól összeállt szerintem. Nem tökéletes még a rádiónál az illeszkedés, bár bekötöttem már a rádiót is, ez működik is, de egyrészt nincsenek hangszórók az autóban, mint ez kiderült. Korábban egy utólagos hangrendszer volt, de egy nagyobb mélyládával is az autóban, még mielőtt vásároltam. Az ki lett szerelve még az előző tulajdonos által, és szerencsére a rádiót be tudtam kötni, tehát ott nem lett mókolva, viszont kiszedte a hangszórókat is, az első hangszórókat, ha jól tudom, ezekben a korai Twingókban csak itt volt egy pár hangszóró elől, úgyhogy azt majd be kell még kötni, mert most itt tényleg nagyon szépen működik a rádió, itt vannak az elmentett frekvenciák, de hát nem megy azon túl, mert hogy nincsen bekötve hangszóró, de ez a kisebbik gond, a nagyobb probléma, hogy itt nem illeszkedik tökéletesen, mert hogy ki lett vágva ez a műanyag, hogy az utólagos rádió beleférjen korábban, gondolom, ezért lett itt ez kiszélesítve. Talán látjátok, hogy van egy minimális hézag, amit nem lehet áthidalni, úgyhogy itt valószínűleg bontóból kell majd keresni alkatrészt ehhez. Ami még itt minimális csúnyaság a beltérben, a külső visszapillantó tükröknek a fogói, ami egyébként szerintem egy zseniális megoldás, ugye innen lehet állítani a visszapillantó tükröt, ez nagyjából sosem fog elromlani, és megint csak egy ilyen elnagyolt elem, ami a belterében itt a Twingónak megvalósul, ugye a ködlámpa, illetve az ablakfűtés, hátsó ablakfűtés kapcsolója is ilyen, de ez elmállott az évek alatt, ahogy néztem az összes ilyen korai Twingóban, ez így néz ki. Lehet utángyártott külső tükröt venni, ami rajta van ez a kar. Ezt mindenképpen szeretném kicserélni, mert ez tényleg nem szép, ez az elmállott kar. Azon túl én a beltér készültségét 90% környékére tenném. A kilincseket kell majd kicserélni, jobb oldalra már megvásároltam bontottan egyet, amit sikerült találni, oda már csak a gyári csavar szükséges, és azt majd kicserélem, viszont a vezető oldalra még egyelőre nem sikerült találnom, ez itt talán látjátok is, hogy el van repedve, és hát egy utólagos csavarral van jelenleg rögzítve, megint csak egy olyan elem, ami az összes Twingó, nem csak a korai darabokon el szokott törni, és hát persze ezt a mentazöld változatot csak a korai darabokon használták, úgyhogy nem egy egyszerűen beszerezhető elem, de szerintem most már kiindulva abból, hogy a nehezebb részeket sikerült megtalálni, ezzel sem lesz akkora probléma, hogyha ezek ki lesznek cserélve, akkor tényleg ilyen nagyon minimális esztétikai hibák, mint például az anyós oldalon az ajtó alján egy-két karc, és ilyesmi részek maradtak, amivel persze lehet foglalkozni, kérdéses, hogy van-e értelme, hogyha egy ilyen pici patinát szeretnék így tartani az autó hangulatában, akkor ezeket szerintem nem szükséges kijavítani, ezt még eldöntöm. Ugye az előző részben említett OT vizsga szempontjából talán ezek a részek fontosabbak, bár ilyen minimális hibákkal szerintem egyáltalán nem lenne probléma az OT vizsgán sem, de hogyha oda jut a dolog, és egyébként most egyre inkább hajlok ennek az irányába, akkor talán majd ezeket érdemes lesz kijavítani. Mutatom még a csomagteret, ez egyébként egy nagyon idegesítő rész, hogy csak kulccsal lehet kívülről nyitni, tehát belülről sincsen nyitója a csomagtérajtónak, mindenképpen kulccsal kell, az amúgy fantasztikus, szintén ment a zöld kulccsal, de itt a kárpit, illetve a szőnyeg, az gyönyörű lett, tényleg körülbelül új állapotú a szőnyeg, úgyhogy nagyon rossz volt előtte. Amit itt mindenképpen szeretnék kijavítani, és ez nem patina,
hanem egyszerűen egy rosszabb állapot a jobb, illetve bal oldalon. Ezek a műanyag elemek hátul a csomagtartóban nagyon karcosak, mint a legtöbb 30 éves használós autón persze, de ez egy megint nem olyan egyszerűen beszerezhető elem lesz, mert a legtöbb ilyen Twingón ez karcos, hisz, hogyha berak az ember egy nagyobb elemet, akkor ezt az egyébként azért tapintásra mindenképpen egyszerűbb műanyagot elég könnyű megkarcolni, de talán bontóból sikerül majd egy ilyet beszerezni. A biztonsági övek is lelettek tisztítva sokkal kellemesebb tapintásra, illetve ránézésre is mindkét biztonsági öv hátul. Így néz ki tehát most nagyjából a beltér. Ezzel az én szememben az első fázis végéhez érkezett az autó, azaz most már esztétikailag, aránylag jól néz ki, kívülről és belülről is, és használható. Tehát eddig, ahogy a videó elején is említettem, azért sem használtam, mióta műszaki vizsga van az autómban, csak nagyon minimálisan, mert a beltere nagyon rossz állapotban volt, és egyszerűen kellemetlen volt beülni az autóba. Most már ez megváltozott, így szoktam itt járkálni a környéken, illetve használom az autót, hogy próbálgassam, illetve kijöjjenek a hibák, és ez a része most már teljesen működőképes, tehát használható, mint autó. Viszont, hogyha tényleg az OT vizsga a cél, akkor kell műszakilag foglalkozni az autóval. A futómű alkatrészeken van minimális rozsda, lengés csillapítókat biztos, hogy lehet cserélni, bár a műszaki vizsgán gond nélkül átment, de azért azt egész biztosan lehet cserélni és javítani. Tehát a következő lépések úgy fognak kinézni, hogy egyrészt kívülről egy polír és egy fényezés korrekció még mindenképpen hátra van, ez lesz talán az első lépés, utána pedig az autó aljával fogunk bővebben foglalkozni, tehát a futómű alkatrészek lesznek egyrészt esztétikailag rendbetéve, illetve ahol kell és lehet cserélni bármilyen alkatrészt, lengőkart, szilenteket, lengéscsillapítókat, ilyesmi, ott pedig műszakilag is azért próbálunk majd javítani az autón. Ilyen szinten megint csak ebben semmi rohanás nincsen, szépen a maga medrében fog haladni ez, ahogy eddig is az autó rendbetétele történt, és a következő részben majd beszámolok, hogy mit sikerült még fejleszteni az autón. Az OT vizsgával kapcsolatban is rohanás biztos, hogy nincsen, ez jövő tavasszal lesz aktuális, hogyha tényleg oda jutunk, úgyhogy addig bőven van ilyen szempontból idő, de addig még egyéb tervek is vannak az autóval kapcsolatban, amit egyelőre még nem szeretnék lelőni, nem felújítás, rendbetétel kapcsán, hanem mint használat, de erről majd tényleg később. Ezzel viszont le is zárnám ezt a részt, köszönöm szépen, hogyha megnéztétek idáig, köszönöm.